Uram, egyedül Te ismered minden ember szívét. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Szeretlek, Uram, erősségem, az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Mert Te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem, Istenem a sötétségben. Amen. Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapunkon a 179. dicséretet énekeljük. Kis változás történt a nyomtatás után, ezért az énekes könyvünkben tudjuk követni, illetve itt a kivetítőn a 179. dicséretünket. Mind az 5 versszakát énekeljük, és így kezdődik ez az énekünk. Jegyezd meg lelkem jól e szót, ha Jézus int, kövesd, ha visszatart, megállj legott, ha hív, felé siess. 179. dicséretünket énekeljük. Kedves jelenlévő és az Isten tiszteletet távolról figyelő nagy gyülekezet, imádságra készülve hozzuk az Úr elé örömünket és bánatunkat,
Ahogy jeleztük, aki telefonon a 0632 00 48 47-es telefonszámon jelzi, hogy van imakérése, lehetőleg 8:30-ig, akkor azt itt elővesszük, vannak, akik kértek imát, és szeretettel elő is fogom hozni, de most is, aki szeretne imádságot kérni, azt kérjük, hogy örömét, bánatát említse meg. Mondjátok? István írja, igen. Köszönjük szépen. Én szeretnék hálát adni a pénteki női óráért, azok elhangzókért. Bocsánat, a muszáj belemondani, mert nem lehet hallani, akkor nem. Igen. Szeretnék hálát adni a pénteki női óráért, azok elhangzókért. Valamennyi nevében a fiatalokért, akik olyan remekül átvették a kényszerű kivonásuk alatt a helyüket, és szeretnék hálát adni az egyházamnak is. Igen, tessék parancsolni, a másnak is van imakérése. Csak lassan mondd, mert nem tudja István fölé. Ezt nem értettük a végét. Igen. Van-e más? Ki? Másik, amit szeretnék mondani, hogy jövő héten a Hős utcai gyerekeknek a tábora lesz, és erre is Isten gazdag áldását kérem, és az adakozókra is, mert ebben most már benne van a női órán adakozott 80 DKK-jegy, de hát hogyha esetleg a testvéreket indítja a szeretet, akkor ezt a borítékot körüladnám a Hát azt tegyük, azt kérjük akkor, hogy ma, aki erre akar adakozni, az ne a hasáb persejbe, hanem abba a külön a polc oldalán lévő szeretett persejbe dobja azt, amit erre szán, és akkor arra kérünk, Olgi, hogy akkor ezt tegyük hozzá. Tehát nem most istentisztelet alatt, akkor... hanem oda dobjátok be abba a dobozpersejbe, és akkor Olgit kérjük majd, hogy említsd meg, hogy mennyi pénz jött be, és megköszönjük szépen. Mondom, ott van a 8-a jegy, mert azt mikor megvettük, ez most van, hogy
imádkozni Szeredi Péterért. Igen. Mirjámért. A kint Ausztráliában, ugye? Igen. Ő figyel mindig bennünket, és itt van lélekben tegnap a szombati Biblia olvasó körünk utáni Zoom kapcsolatba is belépett, amiről épp most volt egy adás, hogy milyen könnyű oda betolakodni kívülről, tehát legyünk óvatosak. Valami pedofil éppen egy iskolai Zoom előadásba így betolakodott, és gusztustalan dolgokat művelt, és ennek nyomán beszéltek arról, hogy sajnos nem biztonságos ez az eszköz, mint ahogy egyre kevésbé biztonságos a világ, amiben élünk, minden óvintézkedés ellenére. Igen. Kocka Zsuzsa is. Sok szeretettel gondolunk rá is. Igen. Igen. Zsuzsa, kérünk, hogy mondd be az ő keresztnevét. György volt, és 92 éves volt, és édesanyád, aki éveken át gyászolta, az ő keresztnevét hadd halljuk még azért. Erzsébet, és Zsuzsa az egyetlen gyerek, de van két unoka. Hány dédunoka? És négy dédunoka van, akik gyászolják Györgyöt. Adjon az Úr vigasztalást és békességet. Fordítást kérünk. Apáért kér Vilmos. Igen. Igen. Mert hogy van 100 éve apák napja is, és az most. Ma van apák nap. Csak tartsd közelebb. Nagyon, nagyon köszönjük. Akkor ehhez csatlakozik a megbékélés temploma is. Az, hogy jó, kitűnő bizonyítvány. Hát gondoljunk Agali Agra, aki most valamiért nincsen itt közöttünk, de ő szokott az Úrra áldást kérni, most fordítsuk úgy, hogy mennyei atyánkra, ha apák napja van alázattal, hadd gondoljunk mennyei atyánkra és Ábrahámra, ami atyánkra, aki lelkiképpen az, és mindig megragad engem, amikor az Úr azzal bátorít valakit, hogy én vagyok az Úr, Ábrahám, Izsák, Jákob és a te apád Istene. Tehát nem csak a nagy elődök, hanem a közvetlen apa is nagyon fontos, akkor is, hogyha gyarló volt és erőtlen, valaki a múltkor éppen elkeseregte, hogy neki milyen rossz apja volt, és mondtam, hogy én nagy tisztelettel gondolok rá, mert hisz te vagy a fia.
És ha más nem történt, mint hogy te tőle származol, akkor is valami nagyszerű dolog van itt folyamatban, és gondoljunk szeretettel a jó és talán kevésbé jó ismert, kevésbé ismert apákra, akkor is, ha harcoltunk velük, akkor is, hogyha mondom, erőtlenek és gyarlók voltak, akkor is legyen áldás ő rajtuk. Igen, Anna, tessék. Ez nagyon szép dolog. Nagyon szép. Mi is az ő kereszt neve? Mi is az ő kereszt neve? Nem tudjuk. Igen. Igen, ez fontos és említésre méltó dolog. Péter? Nem Gyuszira gondolsz esetleg? Gyuszira gondolsz inkább. Gyula. Nincs véletlenül, nem volt egy ilyen másik neved, hogy Péter? Nem. Pál. Az majdnem ugyanaz, Péter Pál. Simoncsics Péterékre, igen. Reggel Anna imádkozott is már, Péter egy nehéz műtéten esett át, és visszanyerte a hangját ezáltal, és áldjuk az Urat, megsegítette őt. Igen. Bizony, Zsuzsára, Zsuzsa asszonyra, akinek a hétvégén, pénteken, szombaton volt a temetése, búcsúztatása, Várszegi Asztrik búcsúztatta őt, és nagyon kedves volt. Szombaton kimentem a sírhoz, ahol az utca embere, az egyszerű emberek voltak ott, sokan, akik a cipőknél, vagy a szabadságtéri hamis emlékműnél, vagy bárhol máshol tüntettek, voltak régi jelvények rajtuk, demokratikus ellenzékből innen-onnan, tehát a különböző mozgalmaknak névtelenjei, akiknek a hűsége nélkül ezek a mozgalmak már rég halottak lennének, és ez nagyon kedves volt, hogy ők is ott voltak, és vitték a kis virágaikat. Gondoljunk Zsuzsára, aki 97 éves volt, és aki sok-sok nagyon jó dologban volt benne, alapítványokban, gyerekekért, sajátos nevelési igényű gyerekekért sokat küzdött, és szociális munkás volt. Nagyon fontos volt az ő szolgálata. Igen. Szeretnei Katiért is imádkozzunk, igen, az ima szálain, hangjaival is küldjük a szeretetteljes üdvözletünket. Én is szóba hoznék, nem tudom, van-e még valakinek, ha nincs, akkor közben Katitól is éppen jött, aki áldást kér Júliára, hogy a Hős utcai, mert a Hős utcai gyerekekkel foglalkozik, azt hiszem ez a Julika néni segíti őket. Eltűntek a sötét udvarról a szemetek, amit a lakók dobáltak le, és Júlcsi segíti az ott lakókat. Kati talán úgy értette, hogy alkalmasint ebben a szemét eltakarításban is szerepe van Júlcsinak, de azt hiszem a gyerekek inkább, akikkel ő foglalkozott. Aztán Bea szeretettel ölel mindannyiunkat, és kér imát egyházunkért és intézményeinkért, és áldást kér az összes tanárára, Vezli főiskola tanárai, valamint a közösségükre. Köszönetet mondok Istennek mindezért, szeretettel Bea.
Lakatos Mari imakérése, amit Margit közvetített, Margiton keresztül kérte, egy imáta dereka gyógyulásáért, és szeretné megköszönni, hogy a múlt heti kérése teljesült. Én nem emlékszem, hogy mi volt a múlt heti kérése, de akkor hálát adunk Istennek, hogy ezt jónak gondolta meghallgatni. Akkor valami lakásügy. Munkaügy? Valami gazdaság, igen. Akkor István barátjának, Lacikának, az édesanyjáért kérünk imát. Hát C. Árpádné, így mondom, mert nem tudom a keresztnevét. Jó, de a keresztnevét gondoltam. Cíliák Árpádné Magdi néni. Magdi néniért imádkozzunk, aki hát elmenőben van, és ápolásra szorul, kicsit nehezen lehet ebben a jelenlegi nehéz helyzetben megtalálni a helyet, és ugyanígy gondoljunk Évára is, aki pedig vidéken egy Zala-megyei kórházban lábadozik, és nagyon nehéz őt is kulturált és megfelelő ápolási lehetőségekhez juttatni. Elképesztő, hogy milyen riadalom van és összevisszaság a kórházakban, embertelenség, mondjuk ki bátran, és az orvosok közül némelyek nem vállalják a szeretetnek a kockázatát, és ezért utcára kerülnek emberek betegen is. Hát Éva is elmúlt 95 éves talán, és egy hosszú, gazdag élet után holokauszt túlélőként is küzdünk azért, hogy megfelelő ápolási körülmények közé lehessen őt juttatni. Aztán megvárom Margit kérését, és akkor utána meg igen. Magdi néniért szeretnék kérni, a héten derült ki, hogy rossz indulatú daganata van. Egy másik Magdi néniért. Akkor Ferencért, aki nagyszerű ember, orvos, őről is kiderült, hogy daganatos betegséggel küzd, átesett egy operáción, talán most jobban van, nagyon keményen dolgozik, változatlanul. És a testvére László pedig, aki egy kézműtéten esett át, ő érte is. Mondjunk imád, hogy az Úr erősítse meg az ő kezeit. Igen. Ha sokat így beszélek el, Ildikóért, a tanítványomért szeretnék imádkozni. Nézd minket is, hogy... Igen, Ildikóért. Ildikóért. Súlyos beteg nagyon régen. Igen. Imádkozzunk Katiért, aki szintén lábadozik a szó szoros értelmében, hogy az Úr őt is gyógyítsa meg, és áldja meg. Imádkozzunk Imréért, aki sok-sok ember segítőkész orvosa volt, és most többszörös sztrókon esett át. Elég szerencsésen alakultak a dolgok, kézben tudja tartani még saját hát egészségét úgy, ahogy, és most fog rehabilitációra kerülni. Gondoljunk rá, gondoljunk lányára, Katára, aki szintén súlyos beteg, és a feleségére, Katira, akik küzdenek, igyekeznek sok jót tenni emberekkel, hogy az Úr segítse meg őket, és az ő kegyelméből adjon gyógyulást és áldást, de tekintsen rájuk mindazért a sok jóért is, amit emberekért tettek. Aztán szeretném, ha gondolnánk történelmi nevű Istvánra, Széchenyi Istvánnak hívják, dr. Széchenyi István, ő is
sokak gyógyítója, és mindig kérdezem, amikor velem foglalkozik, hogy mivel tartozom, és ez a válasza mindig, hogy mondjunk egy imát érte, hát mondjunk imát Istvánért is, hogy Isten áldja meg egy bátor, igazságért küzdő és mások gyógyulásáért küzdő ember, áldja meg őt is az Úr. Hálát adunk a női óráért, ami a múlt héten volt, nem tudom, valaki említette, te említetted, nem figyeltem oda, és most a férfi órát is megemlítem, bár fogjuk hirdetni, de most pénteken 6 órakor pedig férfi óra lesz, itt leszünk együtt, ahogy az asszonyok is itt voltak, nem akarunk mi sem kevésbé bátrak lenni, mint ők, és ugyan azt is szerettem volna mondani, hogy a hírek szerint a vírus nem adta meg magát, hanem tovább nyomul előre, és ezért az óvintézkedések fontosak. Mi azt, hogy nálunk a körülbelül 1000 embert érintő mérés eredménye teljesen negatív lett hajléktalanok és munkatársaink között, egyaránt annak is tudhatjuk be, elsősorban Isten kegyelme és segítsége volt ez, de főorvosunk jóval az országos riadó előtt nagyon határozottan küzdött azért, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket, ezért is örömmel látom, hogy rajtatok ott a maszk, vagy kesztyűt is húztatok. Én a kesztyűt azért vettem le, mert nem lehet használni a telefont akkor, hogyha az embernek kesztyű van a kezén, de majd búcsúzáshoz visszaveszem, és maszkban nehéz prédikálni, úgyhogy ezért vettem le, de tartsuk be az óvintézkedéseket, mert Isten megóvó kegyelme azért nem oldja fel azokat az utasításokat, amelyek arról szólnak, hogy mi is tartsuk be a játékszabályokat, az óvintézkedéseket. Nem az a baj, hogy vannak vírusok, hanem az a baj, ha nem védekezünk ellenük. Akkor köszönjük mindenkinek az imakérését, hallgassuk meg Isten szent igéjét, mielőtt imádkoznánk. Ugye nem hagytam ki senkit, nehogy megbántódás legyen, csak nem láttam, hogy lett volna fölemelt kéz. Isten szent igéjét a kijelölt szakaszból olvassuk, Ézsaiás könyvének az 5. fejezetéből a 20. verszaktól kezdődően így szól hozzánk az ige. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossággá, és a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, és az édeset keserűvé. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnön maguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében, akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Ezért, mint a polyvát, megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik, gyökerük megrothad, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, Jézus Krisztus Atya és valamennyiünk Atya, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged, és most az apák napján különösen is jelentős az a kivételes kegyelem, ami meg is hat bennünket, hogy nem csak mint teremtőt tekinthetünk atyánknak, hanem ezt érzelmileg is átélhetjük, tőled jöttünk, és te hozzád vagyunk úton.
haza az atyai házba, aminél meghittebb közösség nem létezik ezen a földön sem, csak oly kevéssé tudjuk, és ezért van bennünk sokszor félelem, pedig haza, te hozzád haza tartunk, és aki akartad a mi életünket, a te szeretetet, hozzánk való ragaszkodásod nem az emlékezés, hanem te az élőknek isteneként gondolsz ránk, és így tesszük a te atyai kezedbe szeretteinket, akik már elmentek, hittel és bizalommal tesszük ezt, Urunk, hiszen amilyen könyörülő az apa fiakhoz, olyan könyörülő vagy te hozzánk, sőt, a te könyörületességed, még igazságérzetedet is megelőzi, már-már az elfogultságig szeretsz bennünket, és megrendít bennünket, ez a te jóságod és megtérésre ösztönöz. És ma, Urunk, imádkozunk a bevezető olvasmányunk nyomán is a szavaknak a fontosságáért, a tiszta beszédért is, hiszen olyan sok minden múlik azon, hogy a gonoszt gonosznak, a jót jónak mondjuk-e, kiállni jó dolgokért és felszólalni gonoszságok ellen a magunk korában, nem a múltban egyetérteni, és a jövőre nézve fogadalmakat tenni. Ezt szeretnénk neked tetsző módon. Segíts meg minket, és áld meg a mai szent ígét is, kérünk. És most imádkozunk Ildikóval, Benedek Tibor szeretteiért, családjáért. Ön sokak számára jelentett Benedek Tibor élete, szép, sikeres sport élete példát, de áld meg az ő gyermekeit, feleségét, kérünk, és hozzásonlóan mindenkit, akinek most a gyász szorítja össze a szívét, így gondolunk Zsuzsa asszonyra is, Göncz Árpád feleségére, erre a hős asszonyra, aki a meghurcoltatás évei alatt, amíg a férje börtönben volt, és az életéért is aggódni kellett, egyedül nevelte a gyerekeket, és küzdött, és aztán egész élete során végig, különösen a nehéz sorban lévő beteg gyerekekért kérünk, hogy áld meg Zsuzsa asszonynak az emlékét, őrizd meg, kérünk mindazt a jót, amit általa kaptunk, és áld meg gyerekeit, unokáit, 10 dédunokáját, megérte a 10. dédunoka megszületését is. Legyen áldott az ő emléke, és köszönjük, hogy te élő Istenünk egyik kezedből áttetted őt a másikba. Imádkozunk Ildikóval, Zsuzsa mamáért is, hogy te áld meg, és Szeremlei Katiért is, aki annyi kedvességgel van jelen a gyülekezet életében, ahogy Jutka is, aki imádkozva áll ott valamennyiünk mögött. Katival, Szeremlei Katival kérünk áldást Júliára, tanítónőre, aki a Hős utcai gyerekekkel dolgozik, te áld meg azt a munkát, amit végeznek pedagógusaink ott, és áld meg a jövő heti táborozást, és köszönjük, Urunk, mindazok adományát, akik ezzel lehetővé tették ezt a kedves alkalmat, a Krisztus Szege Kápolna adományait, a Megbékélés Háza adományait, az egyház támogatását, magánszemélyek hozzájárulását, áld meg gazdagon mindazokat, akik valamit ezért tettek, hogy ezek a szegény, nehéz sorban élő gyerekek egy kis pihenéshez jussanak. Beával egyházunkért, intézményeinkért kérünk, a Wesley Főiskola tanáraiért, hozzátartozóikért, és Beával együtt kérünk, hogy te áld meg őket. Margit közvetítette, Lakatos Mari üzenetét, aki hálát ad a múlt heti kérés meghallgatásáért, és
kéri, hogy imádkozzunk, és hozzád fordulunk, te vagy a mi gyógyítónk, Urunk, hozzád fordulunk, hogy te segíts meg, Marit dereka gyógyulásáért kérünk, Istvánnal emlékeztetünk, Lacika édesanyjára, Magdi nénire, akit segíts meg életének ebben a legutolsó szakaszában, és ugyanígy fohászkodunk hozzád Éváért, aki Zala megyében van egy kórházban, aki annyi nehézséget élt át, akit a Soá poklából tartottál meg, őriztél meg, segíts meg őt is, ami nyomorult országunkat is, amely most éppen a kórházban lévő betegektől akar megszabadulni, hogy az embertelenség felett diadalmaskodhassék, ha nem is a biblikus szemlélet, de legalább az emberi, humanista jóindulat. Margittal, Magdi néniért imádkozunk, akinél rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak, segítsd meg őt, és kérünk Ferencért, akit ugyancsak ebben a betegségben kezelnek, és átesett egy operáción, testvére László pedig kézműtéten, áld meg őket, hogy végezhessék tovább szolgálatukat, tiszta kezet emelhessenek fel. Imádkozom hozzád László feleségéért is, akinek ma van a születésnapja, áld meg Ildikót kérünk, és imádkozunk Juditnak a tanítványáért, Ildikóért, kérünk, hogy áld és segítsd meg, Katiért kérünk, Katáért, aki beteg, Imréért, aki szintén súlyos betegségen esett át, te áld meg ezt a kedves családot, ahol mindhárman oly sok jót igyekeztek és igyekeznek tenni. Segítsd meg őket most betegségükben, családi nehézségeikben. Imádkozom Széchenyi István doktorért, hogy őt is áld meg, ő is oly önzetlenül igyekszik sokak fájdalmát enyhíteni. Hálát adunk a női óráért, és imádkozunk az eheti férfi óráért. Olgával egyházunkért könyörgünk, és a fiatalokért adj kérünk munkatársakat a lelki szolgálatban és a fiatalok közül is megköszönjük, hogy most a járvány alatt oly szépen bizonyítottak. Margittal a gyászolókért fohászkodunk hozzád, Gyöngyiért, Mike-ért, Janetért, akik gyermekeiket vesztették el, Krisztáért imádkozunk, és a kis Jakabért, aki eltávozott közülünk, családjáért, Julcsival, az édesapjáért, a gyerekekért, Gyuriért és Anikóért, tehát meg a gyerekeket a szünidőben, és kérünk, hogy küld angyalaidat, hogy vigyázzanak rájuk. Gazsival, kis Matyira gondolunk, aki most ballagott el az óvodából, de áld meg az ő egész családját, adj segítséget, vezetést, a te akaratod valósuljon meg életükben. Judittal azért a hajléktalan személyért, akit ma találtak a villamos megállóban, és hadd kérjünk mindenkinek, add a szívébe azt, amiről most Juditék is bizonyságot tettek, hogy bárhonnan hadd késsenek inkább, és hadd tegyék azt, amit te eléjük hozol. Köszönjük, hogy Gyuszi itt van, Judittal együtt adunk ezért hálát, és imádkozunk Simoncsics Péterért, megköszönjük, hogy sikeres volt az operáció, és visszakapta a hangját, a Hős utcai gyerekek táboráért, az adakozókért adunk hálát, Kocka Zsuzsiért, családjáért kérünk, kérünk Szeredi Péterért és az ő családjáért is, és a távolban Miriamért, áld meg őt is, őt, aki lélekben, szinte testben is itt van állandóan köztünk.
Zsuzsával imádkozunk édesapja miatt, akit 92 évesen szólítottál el, hálát adunk az ő hosszú életéért. Köszönjük felesége Erzsébet és Zsuzsa szerető gondoskodását, és imádkozunk hozzád a két unoka és a négy dédunoka gyászáért, hogy őket áld meg, és szabadítsd fel a veszteség terhe alól őket. Vilivel együtt apáért imádkozunk, áld meg Vili édesapját, Julcsival a jövő heti táborért, adakozókért, Istvánnal, édesapjáért, Istvánért imádkozunk, megköszönve őt, és megköszönve most Áron kitűnő bizonyítványát, és mindazokat a gyerekeket is, hadd köszönjük meg, akik nehéz tanulmányi év végére értek sikeresen. Agali Agra gondolunk, áld meg őt is, és most áldást kérünk rád, Urunk, mennyei atyánkra, és az érző lények boldogságáért is imádkozunk. Te, aki Ábrahám, Izsák és Jákob, és a mi atyánk Istene vagy, köszönjük neked a családot, amiben születtünk. Annával imádkozunk Horti Miklós unokájáért, aki most éppen, amikor annyi képmutató félrevezető szöveg hangzik el Horti Miklós felelősségével kapcsolatban, bocsánatot kért a dédnagyapja bűneiért. Te végezted el szent lelked által ő benne is azt, hogy ezt a lépést megtegye. Úgy szeretnénk, hogyha megtisztulna a mi népünk a történelem hamisítás bűnéből is, valóságos bűneinket te fedezd el kegyelmeddel. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. A mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Akkor a helyünket elfoglalva az igehirdetésre készüljünk most. Ha jól tudom, most a 217-es ének lesz, ugye Zoltán? A 217-es ének, kicsit komor ez az ének, de igaz lelki próbáimban, Jézus, légy velem. Ennek az éneknek az első három versét énekeljük először, és utána kérjük a gyerekeket, hogy ők jöjjenek előre a gyerekek áldására, és utána pedig majd elmennek Julcsi nénivel a gyerekisten tiszt, nem mennek el, itt maradnak. Tehát szünidő van, hát akkor itt maradnak a templomban, nem tudom, hogy itt van egy kis asztalka székkel, lehet ott rajzolni, és külön hálás szívvel köszönjük meg, hogyha mi is közben az Isten tiszteletet zavartalan körülmények között folytathatjuk. Köszönjük a gyerekeknek ezt is. Akkor lelki próbáimban Jézus, légy velem, a harmadik vers után pedig a gyerekek áldása következik. Thank you.
gyerekeket kérem. De mit, ha valaki hiányozna, nem? Ki? Ja, Matyika most nincs itt véletlenül. De most nincs itt. Áldjon meg titeket az Úr, és vigyázzon rátok. Fordítsa felétek a kedves arcát, nézzen rátok szeretettel, ragyogtassa rátok az arcát, és adjon békességet nektek a lányoknak, mint Sárának, Rebekának, Leának és Ráhelnek, fiúknak, mint Efraimnek és Manassének. Amen. Kettőt vegyetek. Erre, most kettőt. Vissza? Nem baj, nem tud még számolni. De, vigyél. Három, vigyél a testvére. Maradt egy árva csokoládé, nincs születésnapos véletlen? Nincs. Akkor a megkezdett ének utolsó versét éneket. Jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét most nem a bulletinben lévő szakasz alapján, hanem az útmutató erre a napra kiírt textusa szerint olvasom, ez pedig Ezékiel könyvének a 33. fejezetében a 30. verstől a 33. versig terjedő szakasz. Felállva hallgassuk ezt az igét. És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled a falak mellett, és a házaknak ajtaiban, és egyik a másikkal szól, kiki az ő atya fiával mondván, gyertek kérlek, és halljátok, micsoda beszéd az, amely az Úrtól jő ki, és eljönnek hozzád, ahogy a nép összeszokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra, a szívük pedig nyereség után jár. És imé, te olyan vagy nekik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs, csak hallják beszédidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert ímé beteljesednek, megtudják, hogy próféta volt közöttük. Eddig olvassuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, távoli múltba utazunk vissza most abba a korba, amikor nagyon komoly proféták voltak Izraelben is, és a számüzetésben Ezékielt elvitték a számüzetésbe messzire népével együtt,
került oda, nem tudjuk mi lett a sorsa, haza került-e valaha, valószínűleg nem. Kicsit jobb helyzetben volt annak ellenére, hogy számüzetésben élt papként, prófétaként, mint elődje, kortársa, idősebb testvére, kollégája Jeremiás, aki gyakran megjárta a börtönt a prófétai beszédért, de mindketten megalkuvás nélkül akarták Isten üzenetét tolmácsolni az ő népük számára. Ma Ézsaiás könyvéből is, aki szintén nagyjából ennek a századnak a prófétája, gyermeke volt, ugyanebben az időben volt, például Hóseás is, igen, jelentős igehirdetők, próféták voltak, majd egy kicsit megállunk ennél, és megerősítjük már az eddig is mondottakat arról, hogy ki is tekinthető prófétának. Tehát egy olyan időszak ez, amiben Isten népe nem maradt üzenet nélkül, és olyan emberek szóltak hozzá, akiknek a szavai évszázadokon, évezredeken át megmaradtak, és akik olykor talán azon keseregtek, hogy a kortársakhoz hiába szólnak, de ugyanakkor itt Ézsaiás, vagy Jeremiás is azt mondja el, hogy néha úgy döntök, hogy nem fogok már szólni, de akkor, mintha tűz lenne a csontjaimban rekesztve, nem bírom ki, fájnak a végtagjaim is, és arra kényszerülök, hogy beszéljek és azt mondjam, amit az Úr üzen. És időnként mondom, arra gondolok, hogy lehet, hogy a kortársak nem igazán hallották meg, de ma is meg lehet térni az ő igehirdetésük által, mert Isten örök lényegi, mély üzenetét szólták megalkuvás nélkül, és akkor is szólták, hogyha úgy érezték, hogy hiába való az emberi szó, mert nem hallgatnak rájuk az emberek. Kicsit erről szól ez a szakasz is, de most muszáj megnéznünk, hogy az a fejezet, aminek a végén ott van ez a 4 versszak, amit most felolvastunk, miről is szól. Azt is tudjuk persze, hogy ezek a szövegek nem kronológiai sorrendben rakott történetek, beszédek, gyűjteményei, az utódok, a tanítványok, akik valószínűleg Ezékiel könyvét is szerkesztették. Ki tudja, miért raktak egy-egy fejezetbe ennyi különféle dolgot, de nem tehetjük meg, hogy ne szaladjunk végig azon, hogy mi a fejezet előzménye. Nos, azzal kezdődik ez a fejezet, hogy az Úr megszólítja Ezékielt, és ad egy példabeszédet. És azt mondja, embernek fia, ez Ezékiel. Ugye úgy szokott lenni, hogy amikor háború készül, akkor a népek, a háborúra készülő népek választanak egy olyan őrállót, egy olyan ügyeletest, aki trombitával a várfalon kémleli a messzeséget, és köszönöm szépen, és ha látja jönni az ellenséget, megfújja a trombitát. Külön szól az ige arról, hogy az ezüst trombita, amit a harcban is használtak, milyen jellel adja hírül, hogy most tanácskozásra kell jönni, és milyen jellel adja hírül azt, hogy most rohamra kell indulni, és ezért még az Új Szövetségben is használatos ez a gondolat, hogyha bizonytalanul zeng a trombita, akkor kicsoda indul harcra. Muszáj, hogy egyértelmű legyen az üzenet, és te ilyen őrálló vagy, mondja az Úr Ezékielnek. Ha a trombitás jelzi az ellenség jövetelét, akkor onnantól kezdve azok felelőssége, hogy hallgatnak-e a riadóra, akik hallották a trombita hangját, ha odafigyelnek.
és komolyan veszik, akkor megmenekülhetnek, megtérhetnek, mert erről van szó. Ha az őrálló nem fújja meg a trombitát, lehet, hogy akkor is, ugyanakkor, ugyanúgy a bűneik miatt halnak meg, akkor is, ha szólt a riadó, és akkor is, ha nem szólt, de Isten az ő vérüket az ügyeletesnek, az őrállónak a kezéből kéri számon. És te ilyen vagy, embernek fia. Ha hallod az én szavamat, fújd meg a kürtöt, akár figyelni akarnak rá, akár nem. Aztán a következő szakasz ebben a fejezetben megint ezt a gondolatot másik oldalról közelítve azt mondja, hogy én nem akarom, hogy az emberek elvesszenek. Van egy ilyen ostoba és erkölcstelen gondolat, hogy akkor ne legyen a bűnnek, a rossz döntésnek semmi következménye. Ha nem akarod, akkor akármit csinálnak az emberek, ments meg őket. Majdnem erről szól Istennek a kegyelme. Igen, erről is, hogy Isten akkor is kiárasztja ránk az ő irgalmasságát és kegyelmét, ha nem látta a jó útra térésnek a jeleit. Vagyis Isten kegyelme megelőzi az embernek a döntését. Nem azért van üdvösségünk, mert szorgalmasan napról napra megpróbálunk jót tenni. Nem arról van szó, hogy az hibás döntés. Nagyon szeretem ezt a kedves zsidó gondolatot, hogy például Noé is azért maradhatott igaz ember, mert 100 éven át barkácsolta a bárkát. Ez nem kis munka volt fiaival együtt, és nem maradt egyszerűen ereje és ideje arra, hogy bűnt kövessen el. És ezért jó az, hogyha a hívő ember reggeltől estig megpróbál mindig, minden percben valami jót tenni, vagy legalább imádkozni. Naponta legalább 100 áldást kell egy zsidó embernek elmondani, ne maradjon neki ideje arra, hogy, és energiája, hogy még a bűnnel is szórakozzon egy kicsit. De nem ezért ad Isten üdvösséget, hanem mert ő jó. Mert itt, ahogy mondja, élek én, ezt mondja az Úr, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról, és éljen, térjetek meg gonosz útjaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? És végig szalad a fejezeten az a gondolat, ami máig igaz, hogy nem elég formálisan beletartozni mondjuk Ábrahám szövetségébe, és mondhatjuk ennek a keresztény változatát. A keresztlevél semmitől nem véd meg, és nem véd meg akkor se, ha az Ábrahám szövetsége mellé van oda téve egy keresztlevél is. Mert Isten nem erre tekint, hanem az a kérdés, hogy szívünk szerint megtértünk-e bűnbánatban, és hitben ő hozzá cselekedeteinket nézi és méri azután, miért vétkezne az, aki megismerte Istennek megváltó kegyelmét. Az igaznak igazsága meg nem menti őt azon a napon, amelyen vétkezik. Tehát ne reménykedjünk kiválasztottságunkba, hogyha erkölcstelen, bűnös életet élünk, és ennek a keresztény változata is igaz, ha az Úr kiválasztott, ugye Calvin gondolata ez, és ehhez Istennek joga van, és Calvinnak abban igaza van, hogy Istennek ehhez mindenképpen joga van, de szélsőséges és elfogadhatatlan gondolat, hogy e kiválasztó, megváltó kegyelem felment bennünket a cselekedetek Istenhez való igazítása alól. Csak tudjuk azt, hogy az üdvösségünk ingyen, kegyelemből, hitáltal van. És miért vétkeznénk?
miért vétkeznénk akkor innentől kezdve az Úr ellen. És itt egy kicsit akkor részletezi is a proféta, hogy ez azt jelenti, hogy a zálogot visszaadja, a rablottat megtéríti, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot, akkor élvén él és nem hal meg. És semmi ő vétke, amelyel vétkezett, emlékezetben nem jön. És akkor itt elindul erről egy vita, egy párbeszéd, hogy vajon igazságos-e az Úr? Vajon rendben van-e ez? Jónás, hasonlóan kortárs, Jónás proféta, ugyanebben az időben nagyjából Hóseásnak, a Ézsaiásnak és kortársa, Jeremiásnak. Az ő dilemmája is ez, hogy vajon Isten igazságos-e, hogy a kegyelem, amely diadalmaskodik a törvény igazsága felett is, megengedhető-e? És Isten azt üzeni, hogy igen, megengedhető nekem, én vagyok a bíró. Nincs fölöttem Istenek tanácsa, és igen, élek én, ezt mondja az Úr, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, és nem akarom, hogy a törvény, a jog diadalmaskodjék, hanem hogy az élet megmaradjon, hogy üdvözüljünk, hogy a tékozló fiú hazataláljon az ő atyához. És akkor eközben, miközben erről folyik a vita, jön egy zaklatott, feldult, elcsigázott ember a hírrel, hogy elesett Jeruzsálem. Mert Jeruzsálem egy darabig tartotta még magát a babiloni fogságra vitel után. Sokan reménykedtek, hogy hamar vége lesz ennek az időszaknak, és mehetünk vissza, és helyreállíthatunk mindent. És jön egy hírnök, hogy elesett Jeruzsálem, lerombolták a várost, és hogy arról beszélnek ott az emberek, eközben is még folytatva az előbb említett vitát, hogy amikor Isten megígérte ezt a helyet Ábrahámnak, emlékszünk, amikor Lót választja Sodomát és Gomorát, akkor azt mondja az Úr Ábrahámnak, emelt fel a szemed, nézd keletre, nyugatra, északra, délre, ahol leszel, az mind a tied, otthon leszel ott. És akkor erről folyik a vita, hogy Ábrahám egyedül volt, és megígérte neki az Úr ezt a helyet. Mi sokan vagyunk, akkor mi nem számítunk annyit sem, mint az egy Ábrahám. Akkor miért te kérhetnénk, zárójelbe számon, zárójelbe zárva Istentől azt, hogy mintha elfeledkezne erről az ígéretről. Hát vajon, ha véreset esztek, szemeiteket a bálványokra emelitek, vért ontotok, a földet örökségül kapnátok, kérdezi az Úr. Fegyveretekben bíztatok, utálatosságot cselekedtetek, és így tovább. Akkor ki igazságtalan ebben a helyzetben, és beszél a paráznaságról is, annak ember és ember közt megnyilvánuló formájáról is, és ez mindjárt fontos is lesz a mi szakaszunk szempontjából is, és arról a paráznaságról, amit egy nép követhet el, amikor felmondja az Úrral kötött szövetségét, hogy jól érezze magát abban a gazdasági közösségben, abban a politikai környezetben, amiben van, és jól járjon, kompromisszumokat köt, ezt paráznaságnak nevezi az Úr. És ezek után szólítja meg újra az örökkévaló a profétát.
úgy lehet felosztani Ezékiel proféta könyvét, hogy az előző két szakasz, az előző 32 fejezet az Izrael bűneinek az ostorozása és a környező népek megítélése. Egy nagy ívű előadás, feddőbeszéd, és utána jön most az a profétai szakasz, ami majd az Új Jeruzsálem víziójával végződik. És azt kell mondani, hogy ez a 33. fejezettől a 48. fejezetig terjedő szakasz, most gyorsan puskázok, mert hirtelen meginoktam, hogy 48 fejezetből áll Ezékiel könyve. Ez a könyv végéig terjedő szakasz az a fajta prófétai szöveg, amelyben a prófétának az az oldala mutatkozik meg, aki az igazi proféciát mondja, hogy mi az, arról mindjárt beszélünk majd, de hogy ez az a bátorító, vigasztaló, aktualizált isteni üzenet, amely nem a jelennek a realista felmérése, és nem a jövőnek az előrelátása, hanem a történelmi események és az eddig eltelt idő és isteni üzenetek összefoglalása és személyeket megszólító formája. Mit akar az Isten ezen keresztül neked üzenni? Miről szól az evangélium, mondom egy kicsit későbbi kifejezéssel? Ez az intőbeszéd, ez a feddőbeszéd, amely a prófétához szól, ez azzal kezdődik, hogy embernek fia, vedd észre, hogy népszerű vagy. Hogy odafigyelnek a szavadra, a falak tövében, a házak ajtajaiban, téged emlegetnek, idézik a beszédeidet. És ha a proféta úgy érezné, hogy ez most egy igazi isteni dicsérő szöveg, akkor le kell mondanunk, hogy nem ezt hallja ki belőle, és igaza van, mert proféta is, és tudja, mint az igazi proféta, hogy bár Isten nem fukarkodik a bátorító elismerés dolgában sem, attól sem, de a cél nem az, hogy a proféta megmerítkezzék ebben a fényben, hogy ő népszerű. Hogy nekem mondta egyszer egy öreg evangélikus lelkész, hogy amikor annak idején Bornemissza Péter, jól mondom ugye a nevét, most ma reggel valahogy az Ördögi Kísértetek című könyvét megírta, hogy jól mondom, igen, akkor az emberek lelkesen hallgatták, mert a vezetők bűnéről beszélt, szaftos történeteket mondott el, és amikor elkezdett arról szólni, hogy ti is ugyanilyen gazemberek vagytok, akkor alig tudott megmenekülni, mert rágyújtották a parókiát. És ne tévesszem meg, mondta azon az előadáson, amikor nagy örömmel hallgatták azt is, amit én mondtam, mondta, hogy ne tévesszem meg, öcsém, téged ez kezd csak elostorozni, az ő bűneiket majd meglátod, hogy megtalálod-e a kijáratot. Szóval embernek fia, néped fiai beszélgetnek felőled. De, és elemzik, micsoda beszéd ez, amely az Úrtól jön ki, és ilyen repülő egyetem, ilyen házi szeminárium az, ami zajlik, nem tudom, valaki 70-es évek végén részt vette ezeken, a parkettán ülve égő szemű lányok és fiúk hallgatták, amint előadást tartottak a nagyok,
nekik szovjetológiáról és mindenféle egyéb dolgokról. Engem is meghívtak ott, és a Miért nem szabadok, a Magyarországi Szabad Egyházak címmel tartottam egy előadás sorozatot, aminek az lett az eredménye, hogy amikor elismerték 81-ben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget, akkor az egyházügyi hivatal kijelentette, hogy én nem lehetek ennek az egyháznak a lelkésze, és pedig éppen ezért az előadásért. És de hát Tibor bácsi, az egyház akkori elnöke azt mondta, hogy akkor nem gondolták komolyan az elismerést. Ha én nem lehetek lelkésze ennek az egyháznak, akkor a többiek sem akarnak egy új egyház lelkészei lenni. Embernek fia, népszerű vagy, szívesen hallgatják a beszédeidet, de ez olyan, mintha egy buliba mennének. Ez a szerelmeskedő ének, amiről itt szó van, szó szerint erotikus tartalmú énekeket jelent. Tehát, mintha egy koncerten vennének részt, ahol tombolnak a fiatalok, és hát nem csak a tavaszról van esetleg szó, nyílnak a virágok, hanem a szerelemről is kendőzetlenül, és tombolnak, és mindenkinek kinyílik a szíve, és maszk nélkül és kesztyű nélkül vannak együtt a fiatalok, érintés közelben, és lángol a szerelem a szemükben, szívükben, és egymásra találnak kéz a kézben, virágokat festenek fel, és ne háborúzzatok, szeretkezzetek, vagy milyen szövegek voltak a Beatles korszakban is, pontosan ugyanilyen időszak volt. Ez ott kint a számüzetés Tel Aviviában, mert ott volt ez a Tavaszdomb nevű város, amiről a mostani Tel Aviv is vette a nevét. A Tavaszdombon lévő koncert képzelik magukat, miközben te beszélsz, és szeretik a szövegeidet, de észrevetted-e, hogy nem cselekszik. Mit is mond erről Jézus, hogy a hegyi beszédben, a 7. részben a záró szakasza ennek a tanításnak, hogy aki hallja ezeket a beszédeket, és meg is cselekszi. Azt hasonlítom a bölcs emberhez, aki a házát kősziklára építette, mert jött a szélvihar, jött az árvíz, és jók voltak az alapok, nem jártak úgy, mint mi, sajnos a könyvtárral, hogy valamiért az egyik Ereszt csatorna be volt vezetve egy levegőztető aknába, és elázott a könyvtárnak egy jelentős része. Végünk van ettől, itt gyászoltuk ezt a hét végén. Hát aki cselekszi, aki komolyan veszi, aki meghallja az üzenetet, az az egészet nem ilyen szerelmeskedő ének hangulataként éli át, hanem azt ütköztethetjük az élet viharaival. Nem az a baj, hogy jön az árvíz és viharok vannak, hanem hogy nincs kősziklára építve a ház, és azt mondják, akik értenek ehhez, hogy Izraelnek a talaja alapvetően ilyen sziklás talaj, nem kell olyan nagyon sokat ásni, hogy elérjük ezt a sziklás felületet, sajnos elég alacsony földréteg van rajta, nehezen találnak a gyökerek utat maguknak, de abból a szempontból jó, hogy ahol veszi magát az építő, a kőműves és a leendő háztulajdonos veszi a fáradtságot, és leás, az oda ragaszthatja ehhez a szikla alaphoz a házát. Hát jó alapokra építsétek a proféták,
és az apostolok üzenetére, az ige üzenetére, az evangélium üzenetére alapítsátok a házatokat, cselekedjétek meg az Isten akaratát, és ne gondoljátok, hogy elég hallgatni. Ez volt keresztelő János üzenete is, aki nem kikeresztelni akarta zsidóságból, hanem bekeresztelni a zsidóságba, szív szerint is az ő népét. És ezt hirdette, hogy lehet, hogy körül vagytok metélve, de a szívetek körülmetéletlen, ha annak ellenére, hogy benne vagytok Ábrahám szövetségében, a bűnök útjain jártok, szívetek kívánságai után jártok. Olyan vagy nekik, mint valami szerelmeskedő ének, szép hangú, mint valami jó hegedűs, aki szerenádot ad. Vagy jól pengeti a gitárját, és jól kezeli a mikrofont, amiben szívet megtöltő, megfacsaró, kiszínező dalokat énekel, és szeretik ezt hallgatni. De miért? Utólag kell majd rádöbbenniük arra, hogy próféta volt köztük. Hogy nem egy jó slágerénekes volt, akit jó volt hallgatni. Embernek fia, te rájöttél-e, hogy prófétának kell lenned? És nem így, hogy próféta voltál szívem, ugye? Emlékszünk erre a szövegre is, de mit jelent prófétának lenni? Prófétának lenni nem azt jelenti, hogy Ezékiel mielőtt a futár megérkezne Jeruzsálemből, valamilyen módon már érzi azt, hogy szörnyű dolog történt Jeruzsálemben. Igen, prófétai attitűd az is, hogy összetudjuk rakni az eseményeket, és azt tudjuk mondani, hogy ennek szörnyű vége lesz. Hogy akkor is, hogyha az egyházak, a hívő emberek azért imádkoznak, hogy ami felé most rohan az ország, az minél inkább maradjon meg, és Isten áldja meg azt, aki hajszolja az ország szekerét a szakadék felé, Isten őrizzen meg ettől, és nem kell ehhez prófétának lenni, hogy ezt elmondjuk. És igen, talán szeretik hallani azt, hogy bátran kimerjük mondani, hogy ennek szörnyű vége lesz. De embernek fia, rájöttél-e arra, hogy neked alapvetően azt kell mondani, hogy térjetek meg, emberek, mert az döntően fontosságú, hogy vajon hiszitek-e, tudjátok-e, hogy megbocsáttattak bűneitek, és hogy örök életetek van, és hogy egyedül hitáltal, kegyelemből van üdvösségetek. Kell-e ez az üzenet az embereknek? Mert ha ez ott van, ahogy a politikai életben, ha Göncz Árpád feleségéről volt szó, akkor hadd idézzem a férjét, aki azt mondta, hogy ott a börtönben is úgy érezték, hogy ők vannak a szabad világban, hogy ez a szabad oldal és a rács túloldalán vannak azok, akik foglyok, mert a szabadság belülről fakad. Így van, igaz ez. És ugyanígy az Isten országában lenni, és így szabadnak lenni, a bűntől szabadnak lenni, ez akkor is áldás, és mindennél nagyobb áldás, ha most éppen Babilonban vagyunk, és sírva akasztjuk a hegedünket a fűzfákra, és hogyan tudnánk végdalokat énekelni, amikor Jeruzsálem romokban hever. De akkor is, ha belülről szabadok vagyunk, ha a mi országunk nem e világból való, akkor is Isten elérte a célját, hiszen idegenek és vándorok vagyunk itt, hiszen hazát keresünk. Nem a 100 évvel ezelőtti történelmi bukás, feletti busongás az, ami minősít bennünket, és közben nem minősít ugyanakkor a numerus claususnak az ugyancsak 100 évvel ezelőtti bevezetése, ami szörnyűségek szörnyűségét
teljesítette be az elmúlt évszázad legnagyobb borzalmát, talán a magyar történelem legnagyobb szörnyűségét is. De ennél többről van szó embernek, fia. Arról van szó, hogy szívetek szerint megtértetek az Úrhoz. Miért akkor fogják megtudni, hogy proféta volt köztük? Kicsit változtass az ige hirdetéseden. Lehet, hogy elfordulnak tőled, lehet, hogy úgy jársz, ahogy Jézus járt. Amikor mindössze a 12 maradt meg mellette úgy, ahogy. És elkezdték mondogatni az emberek, hogy kemény beszéd ez, nem tudjuk tovább hallgatni. Sok bajom van nekem is azzal, hogy vajon azt mondom-e nektek, amit Isten akar üzenni, hogy tudom-e teljes szívvel, elkötelezettséggel hirdetni azt, amit az Úr akar mondani, azt, hogy térjetek meg ő hozzá szívetek szerint, és hogy ez a fontos, ez az alapvetően fontos dolog, mert ég és a föld elmúlnak. És minden a múlté lesz, történelemmé lesz, amit úgy értékelünk, ahogy akarunk, de most a jelenben útban hazafelé, apák napján az atyai házba, vajon megértettétek-e, hogy Isten várja a szívetek szerint való megtérést, és ez a mai nap alkalmas arra, hogy kimondjátok, igen, Uram, szólj, mert hallottam a te szavadat, és válaszolni akarok rá, nem akarom halogatni tovább, nem akarom, hogy 70 év, ki tudja hány év így teljen el, és így fejeződjék be, hogy az utolsó pillanatban döbbenjek rá, hogy a prófétai üzenet az lett volna, hogy Isten szeret engem, megváltott engem, és azt akarja, hogy tükröződjék bennem az ő isteni valósága. Áldjon meg az Úr mindannyiunkat, hogy halljuk meg az ő szavát, és válaszoljunk szívünk szerint erre. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk a te üzenetedet. Köszönjük Ábrahám, Izsák, Jákob, atya, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük neked atyáinkat, elődeinket, a prófétákat, az apostolokat. Köszönjük minden tanítást, amit rajtad keresztül, illetve rajtuk keresztül tőled kaptunk. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy melyik úton kell haladnunk, és te tudsz nekünk adni ehhez bátorságot, hogy meg is tegyük. Köszönjük, hogy hálát adhatunk neked minden jóért, mert minden jó adomány az tőled származik. Köszönjük neked a vigasztalást, amelyet tudsz adni gyászunkban. Köszönjük a te áldásaidat, a békességet, a kegyelmet, amely minden értelmet felülhalad. Köszönjük, hogy így tekinthetünk reád, áthatjuk a te szent nevedet, és nézhetünk az előttünk álló hét felé. Nem látjuk még előre a nehézségeket, az örömöket sem, de szeretnénk veled menni. Köszönjük, hogy te velünk jössz, és fogod a mi jobb kezünket, és vezetsz minket, hadd menjünk te veled, és cselekedjük a te akaratodat, és magasztaljunk téged. Amen. És tiszteletünk végén a 346. dicséretet, ugye az van kiírva, 346. dicséretet énekeljük, tessék helyet foglalni, és ennek az éneknek az utolsó versét, jót mondtam én? Nem. Ugye? Vagy igen? 346-os.
De a 346-os az fog megjelenni itt a kivetítőn, amit külön köszönünk Istvánnak. Ugye látható a kivetítő? Nem? Cserép van? Vagy csere? Lesz látható? 256-os. Mi legyen akkor? Zoltán, kérdezünk téged, hogy akkor adj nekünk vezetést. 346-os. Akkor az itt lévő énekes könyveket próbáljuk meg kézbe venni, szétosztani. És a 346-os ének, hogy kezdődik ez? Szólj hozzám, Uram! Ennek az utolsó versét a hirdetések és az áldás után záró énekként énekeljük. Kedves gyülekezet, szeretettel hirdetem, hogy most Isten tiszteletünk után, mint múlt vasárnap is egy kis beszélgetésre együtt maradhatunk még. Valami készül itt,
Sári szerint fogalma sincs róla, hogy mi, de most álljunk meg, vagy a hirdetések után? Most álljunk meg, akkor halljuk, hogy mi készül itt. Áldást szeretnénk mi is mondani az apukákra, és Vili kezdi. Áldást mondanak az apukákra, Vili kezdi, de kérünk szépen egy mikrofont. Ahogy valaki mondta, egy mikrofont, de várj egy picit, Vilikém, mert apa hoz egy mikrofont ide. Igen. Áldjon meg titek az Úr, és őrizzem meg. Ragyog te rád arcát, és Úr, könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Nagyon szépen köszönjük. Egy papák és nagypapák. És most mi is kapunk csokit. Ó, köszönöm szépen. Akkor menjetek tovább. Minden apa és nagypapa kapjon, jó? Júcsi néni, figyelsz, hogy kapnak-e az összes apák? És a leendő apák is? A leendő apák is kapnak. Ez egy bátorítás, hogy legyenek jó apák majd. Pisti apa is kapott? És Péter papa is, Gyula papa is, István. Van elég csoki? Fölkínálom ezt is. Péter papa se kapott. És István papa. Kaptál? Akkor ezen a soron itt vannak még papák, bőségesen. Meg ott is, még legalább ketten. Itt kaptak az apák? Középen? Az Zoli papára, hogy az Zoli papára.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor szeretettel folytatom tovább. A jövő héten szerdán 17:30 a szabadság ima lesz itt a Bibliaóra előtt, 18:00 Bibliaóra. Folytatjuk az online közvetítést is. Szerencsére ezek iránt nagy az érdeklődés, több százan nézik. Adja Isten, hogy áldás legyen ezen a tegnapi bibliaolvasó körünkön is 2000-en felül voltunk az Iskola utcában, jelképesebb persze, mert ott a helyszínen csak 12-en, de ennél sokkal többen nézték a közvetítést, és szerdán így bibliaóra lesz, és a szabadságima, amit szintén sokan nagyon szeretnek. Van, aki kifejezetten csak azért nézi meg ezt az alkalmat, mert ebben az imában részt akar venni, ez is egy hitvallás, amiben nagyon sok aktuális kérdés is felvetődik. Aki még nem vett benne részt, és szívesen egy-egy kis szakaszt fölolvasna belőle, annak ezt köszönjük. Azok jelentkezését várjuk, akik ezt a hitvallást teljes arcukkal vállalják. Aki nem tudja vállalni, csak a hangját adja, annak köszönjük szépen. De szeretnénk, ha akik ebben részt vesznek, megmutatják arcukat és hangjukat is. Pénteken 18:00 férfi óra lesz itt. Várjuk szeretettel a férfiakat, ott is azt hiszem a Zoom segítségével bekapcsolódhatnak azok, akik nem mernek még, vagy nem akarnak egészségi állapotuk miatt eljönni, ez vonatkozik az Isten tiszteleteinkre is, hogy ezen is részt lehet venni távolból is, de mindenkinek örülünk, aki eljött. Az a hír, hogy a vírus makacs lesz, és nem fog könnyen távozni, legyünk óvatosak, hogy Isten is tudjon segíteni rajtunk, ne éljünk vissza azzal, hogy tudjuk, neki hatalma van a vírus felett is. Szombaton reggel 9:00 az Iskola utcában bibliaolvasó körünk van, most már negyedik éve, ugye? És ott szakaszról szakaszra a heti zsidó bibliaolvasó szidrák szerint olvassuk a Bibliát, és ahhoz teszünk még hozzá egyéb prófétai szövegeket is. És vasárnap reggel 8:00 ima óra van itt. Nagyon örültünk mindannyian, akik ezen részt vehettünk. És utána pedig 9:00 Isten tisztelet, ha Isten megtart bennünket, és hiszük, hogy ez így lesz. Margit akar még kérni valószínűleg a... Nem kérni, hanem mondani. Mondani. Civil rádióban leszünk délután 5:00. Civil rádió délután. Civilrádió.hu. Civilrádió.hu. Élőadás menüpont. Élőadás. És Mink Júliával beszélgetünk. Mink Júlival beszélgetünk. Hát aki tudja 5:00, az most ne a rádió kereső gombjával, hanem az interneten próbálja megtalálni a rádiót. Álljunk fel az áldásra. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.